Ökofilmpark park, új strand csúszdaparkkal négy csillagos sportszáló wellness A négyes főútról letérve rögtön ezeknek az építési munkálataival találhatja szembe magát az, aki kisvárdára érkezik. De néhány száz méterrel ezen beruházásoktól már folyik a kisvárdai vár régészeti feltárása is. Ez a történelmi örökség felújításának első lépése. A vár tövében pedig egy aréna nőtt ki a földből. Itt egy stadion, illetve a hozzátartozó edzőpályákból és fedett multifunkcionális csarnokból álló sportkomplexum kialakítása zajlik jelen. Leg. Ez várhatóan március végére, április elejére készülhet el. A beruházások hármasziat szolgálnak, a település sport, kulturális és turisztikai szerepét kívánják erősíteni a régióban. Ettől az idegenforgalom növekedését is várják, de nem csak a hazai, hanem a határon túli turistákat is szeretnék még jobban megszólítani. Hanem is inkább, mert eddig is a strand vendégeinek nagy része az Szlovákiából érkezett. Bízunk benne, hogy ezt tovább bővül még ismerettség ismeretség Kárpátalja Lengyelország felé, illetve még ez az egész attrakció még kiegészül a rétküzi a nagyarányú fejlesztésével, ahol horgászni lehet majd, vízisportokat lehet majd üzni, illetve erdei iskolák lesznek a, a tó körül, tehát több napot el lehet tölteni Kisvárda és környékén. Ez szolgálná az is, hogy a kulturális program kínálatát tovább bővítenék Kisvárda, többek között a Magyar Színházak Fesztiválja mellé filmfesztivált is rendezne a település. De nem csupán az idegen forgalmat növelné Kisvárda, hanem a térség népesség megtartó erejét is. Éppen ezért a sportkomplexumok és professzionálisan működő versenysportok mellett az utánpótlás nevelésre is nagy hangsúlyt fektetnek. Ezen kívül a különböző oktatási intézményben tanuló közel 4000 diák továbbtanulását is segíteni kívánják Kisvárdán. Az Óbudai Egyetem műszaki és informatikai felsőoktatási szakképzéseket indított a településen, a Debreceni Egyetem pedig mezőgazdasági mérnök és vidékfejlesztési agrármérnök szakokkal várja a tanulni vágyókat. Nem a városnak egy kihelyett tagzatára járnak, hanem tulajdonképpen az egyetemnek a közvetlen hallgatói, csak Kisverdán jutnak képzéshez. És ami még előnye lehet ennek a képzésnek, az, hogy duális képzésről van szó, tehát rögtön megtapasztalják a, a azt, hogy hol kell majd dolgozni a jelen és nyilvánvalóan a tulajdonos, a cég tulajdonos, a cég és menedzsment ki tudja választani azt a réteget, akit itt akar alkalmazni. A munkahelyteremtés érdekében pedig cél a nagyobb cégek bevonzása. Ezt infrastruktúrális fejlesztésekkel segítik, többek között ezt szolgálja a tavaly év végén átadott déli elkerülő út is, amelyel egyszerűbbé vált a kamionok számára a város déli iparterületének megközelítése. Tavasszal pedig elkezdődik az északi elkerülő út építése is, így kisvárát egy körgyűrű veszi majd körül.